A projektet mindenképpen hasznosnak gondolom, mert egy olyan figyelmet irányít az ilyen típusú vállalkozásokra és magyar vállalkozásokról beszélünk, ami mindenképpen bevonza a magyar fiatalokat és azokat a szakembereket erre a területre, akik idáig csak gondolkodtak, hogy ilyennel szeretnének foglalkozni. Fontosnak érezzük az idő előre haladtával a megjelenő internetes szolgáltatások és egyéb modern projektek kapcsán, hogy egyre inkább képbe kerüljenek a mi cégünkkel is, és ez egy jó alkalom arra, hogy itt a Metoszt, mint egy ilyen szolgáltatás nyújtó és ilyen berendezéseket forgalmazó céget is jobban megismerjék az emberek. Azt látom, hogy tőkeerő az mindenképpen hiányzik egyes vállalkozásokból, akik pedig egy olyan utat tudtak választani, ami a piachoz igazodott, megtalálták a partnervállalatokat, a saját árujuknak az elhelyezését, piacát, azok pedig tőkeerőssé tudtak válni. Jó lehet látni, hogy elindult ez a folyamat, tehát olyan korszerű növénytermesztő és kertészeti telepek jöttek és jönnek létre a napjainkban, itt kis hazánkban Magyarországon, amik most már abszolút megközelítik azt a színvonalat, sőt, meghaladják némelyik, mind amit eddig csak elképzelni tudtunk és csak láttunk a nyugati féltekén. Tehát egy jó irányt vett a magyar mezőgazdaság, a magyar kertészet, és el szeretne maga a Metosz is igazodni és illeszkedni.